Béni már 3,5 éve az életem része, és azt gondolom, hogy pórázból, nyakörből sosem elég igazi fogyóeszköz nálunk, viszont nagyon fontos nekem az ökotudatos szemlélet, és hogy környezettudatos, környezetbarát alapanyagokból készüljenek mindezek. Úgyhogy itt vagyunk Noéminél, és te mutatsz nekünk pár tippet, praktikát, látom, hogy összeszedtél mindenféle alapanyagot, ami szerintem mindannyiunk háztartásában megtalálható hulladék, és hát felmerül a kérdés, hogy akkor ne dobjuk ki őket, lehet belőle simán ilyen menő nyakörveket készíteni? Abszolút. Igazából én már évek óta foglalkozom a háztartásban felhalmozódó nájlonzacskónak az újrahasznosításával, és igen, valóban én nyakörvet és pórát készítek. Akkor vágjunk bele, mi az első lépés? Igazából szerintem az első lépés az az lenne, hogy létrehozzuk ezt az újrahasznosított anyagot. Ha most én ide ki is raktam mindenféle zacsikat, egymásra ilyen különböző rétegeket pakolunk. Tulajdonképpen eklektikusan bárhogy. Bárhogy, igen, ahogy tetszik. Kis kortárs nyakört készül Béninek. Igen. Neked hogy jött ez az ötlet egyébként, hogy ilyen nyakörveket, pórázokat készíts? Ez akkor jött, amikor nekem lett kutyám. Ezzel az alapanyaggal már régóta kísérleteztem, és aztán rájöttem, hogy hú, ez tök jó igazából, ez erre is nagyon, nagyon praktikus, mert hogy ez a felület, ami kívül van, ez tisztítható lesz. Sima vasalóval fogunk most dolgozni, és az a lényeg, hogy jó erősen rá kell nyomni, és ezáltal így összeolvasztjuk így a rétegeket egymásra. Itt a workshopon is két iskola van. Van, aki jön és így kitalálja, és pici darabkákból rakja össze, és van az, aki meg így rádob el, és igazából... Na, ez vagyok én. Itt szoktam főzni, tudod, ami éppen otthon van, olaszosan. Az a következő lépés, hogy kiszabjuk a kész alapanyagból azt, aminek nekünk szükségünk van. Van itt a Binnek egy jelenleg használt nyakörve, és akkor az lesz a feladat, most nicszerrel fogom szabni, ami nem olyan rémisztő, mint amilyennek tűnik. Le ne vágjam az ujjadat. Nem fogod. És akkor itt mehet. Így. Aha, van első segélydobozom, de szerencsére még nem kellett használni, de amúgy nagyon tök jó. Ez a bőrragasztó. Ezzel fogjuk ezt beragasztani, illetve majd egymáshoz is, amíg megszárad. Addig tudunk választani például cérna színt. Ez úgy látom, hogy megszárad. Mi a következő lépés? Ráragasztjuk? Igen. És erre kéne figyelni, hogy ide pont középre, tehát a sávnak így a közepére kéne ragasztani. És akkor meg is van igazából így ez a zacsis felületünk, amit készítettünk, mert ugye, hogyha megfordítjuk, akkor látjuk, hogy ez lesz majd ugye kívül a vagány. Uh-huh. Jól néz ki, mert most látszik, hogy jó lesz. A szüleimnek van vidéken 3 puliuk, és szerintem anyukám meglátja, annyira bele fog szeretni, hogy kezdődhet otthon a manufaktúra. Jó, akkor megyek varni. Jó. Most, hogy ezzel megvagyunk igazából így a lényeggel, most rárakjuk még a fém kiegészítőket. És akkor már csak annyi maradt, hogy rápróbáljuk kutyusra, kis modellünkre. Akkor gyere, te kis top modell, nézzük is. Majd is szépen így be fog puhulni. Persze. De hogy nézünk ki? Nagyon csinos. Jaj, de szép lettél, Manókám. De jól áll ez neked. Szerintem neki is tetszik. Igen.